Az Orion köd új csillagok születésének színtere. Mindegyik olyanná fejlődik majd, mint a mi napunk. A nap is éppen ilyen fiatal csillag volt. Gibor Basri űrkutató arra keresi a választ, hogy miért ilyen erőteljesek a fiatal csillagok flerjei. Egy adott típusú, például a naphoz hasonló csillagot vizsgálva, közvetlen összefüggés tapasztalható a mágneses tevékenysége és a tengely körüli forgás között. Minél lassabban forog, annál kisebb az aktivitása. A naphoz hasonlóan a többi csillag is azért állít elő rengeteg mágneses energiát, mert a forgása az egyenlítőnél gyorsabb, mint a sarkoknál. Minél gyorsabban forog egy csillag, annál nagyobbak az ívek, és annál erőteljesebbek a flerek is. A fiatal csillagok forgása pedig nagyon gyors. A mi napunk körülbelül havonta tesz meg egy fordulatot, amíg fiatal volt, addig néhány nap alatt körbefordul. Ennyire lelassult, ez pedig azzal jár, hogy a nap már sokkal kevésbé aktív, mint akkoriban. A Feigelson által leírt napra rá sem ismernénk. Az 1 millió éves csecsemőkorú csillagnak számító nap háromszor ekkora volt, és vöröses narancs színben világított. Hatalmas napfoltok tarkították, és néhány nap alatt körbefordult, tehát sokkal gyorsabban, mint ma. A mágneses tere, amely szabad szemmel nem látható, röntgen távcsővel viszont észlelhető, 10-szer akkora volt, mint maga a csillag. Állandóan robbanások villantak fel rajta. Egyes kutatók szerint a háborgó fiatal nap nélkül a Föld és a naprendszer többi bolygója sem jöhetett volna létre. 4,6 milliárd évvel ezelőtt a naprendszer nem volt több a fiatal nap körül kavargó gáz- és porfelhőnél. Hogy hogyan formálódott át a ma ismert naprendszerré, az egyelőre rejtély. A korongot körülbelül olyan por tölti ki, mint a cigarettafüst. Nagyon apró szemcsékből áll. Elég érthetetlen, hogy miként váltak a porcicák aszteroidákká. Egy hógolyót könnyű összegyúrni, egy homokgolyót viszont annál nehezebb. Basri szerint az ifjú nap tombolása is hozzájárult a naprendszer bolygóinak kialakulásához.